Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a Blood végigjátszásomnak hát a 43. része lenne, de ezt már nem számmal fogom illetni, hanem az lesz kiírva, hogy utolsó rész, ugyanis ez az utolsó része a Bloodnak, halljátok. El sem hiszem, hogy eljutottunk idáig, hát még mintha tegnap lett volna az, hogy elterveztem a fejemben, hogy na, kéne valami végigjátszás videósorozatot csinálni, és akkor melyik játék legyen az? Legyen a Blood, azt szeretem, meg jó régi játék, meg jól megy a gépem, meg minden. Na szóval nincs titkos hely a pályán, és hát ez már a fő ellenség lesz, tehát 4 darab sárga, vagy ilyen narancssárga, vagy citromsárga színű pappal kell majd megütközni mindjárt, és akkor hogyha megöljük őket, akkor azok szépen átváltoznak ilyen vérfarkas teremtményekké. Ahogy az előző rész végén ugye említettem, most egy kicsit rendhagyó zenét vágok be, ami nem annyira illik a Bloodhoz, tehát legalábbis, hogyha a szövegét nézzük, tehát hogyha megnézitek majd a dalszövegét esetleg a számnak, akkor ott majd láthatjátok, hogy itt ilyen mennyből lejövő hősről van szó, aki soha nem adja fel, meg ilyesmiről énekelnek benne, és hát ez rám vonatkozik abból a szempontból, hogy ugye egy-két életerővel vittem végig korábbi pályáknak bizonyos szegmenseit. Szóval élvezzük az utolsó részt! Jó, de izgulok! Jó kis zenét be fogok nyomni, ilyen 3 perc körül lesz, és hát igyekszek majd úgy megvágni, hogy minél faszább legyen. Na, kezdjük. Igen, itt még nem, majd mindjárt időzítem. Nem tudom, mikor kezdjem el a zenét, tehát lehet, hogy már most el fogom kezdeni, ahogy innen kirohanok, de az is lehet, hogy majd már elkezdődik a végső összecsapás, akkor majd útközben fogom így beindítani a zenét. Attól függ, hogy hogy jön ki a legjobban. Na. Hát eddig semmi, aha. Ott az egyik. Meghaltam. Na jó, ennek felesetői fa, akkor itt zúzni kell, mint az állat, úgy látom. Yeah.
Kérem szépen, ez volt az utolsó rész, nincs záró videó, semmi. Fú, marha nehéz volt összevágnom az utolsó részt, hát legalább 8-szor meghaltam. Meg, szóval eléggé brutálisak voltak ezek az ellenfelek. Aztán közben rájöttem, hogy ha az ugrócsizmát beaktiválom, akkor hiába kezdenek el úgy a lábukkal ilyen hatalmasakat rúgni, amit ugye felrepülök a levegőbe és jó nagyot sebződök, tehát mintha egy kb. TNT-t így hozzám vágtak volna. Na, hogyha be van aktiválva a cipő, akkor nem sebződök, csak hát ugye a cipő az az a baj, hogy idő után ugye letelik a tartalma, meg van egy ilyen rezgő izé is, tehát ugye miközben be van aktiválva és elkezd így dobolni a lábával az egyik ilyen szörny, akkor folyamatosan remeg a kép egyébként, ezt láthattátok is a zene alatt. Na hát szóval ennyi volt a Blood végigjátszásom. Remélem, hogy élveztétek, és hogy velem tartotok a elkövetkezendő időkben is. Igyekszek továbbra is színvonalasat nyújtani számotokra. Hát ez a Blood ugye abból a szempontból egyéninek mondható, hogy itt ugye tele volt tömve referenciával, tehát mindenféle ilyen filmes, meg egyéb utalásokkal, főleg az első három epizód, amit szépen hát követtem is. Utolsó két epizódot már annyira nem. Tehát ez ebből a szempontból rendhagyó volt, hát a többi végigjátszásom az nem tudom milyen lesz, de igyekszek továbbra is megmaradni önmagamnak. Na, szóval legközelebb találkozunk a Blade of Darkness kapcsán, meg a Return to Castle Wolfenstein kapcsán, illetve most nem sokára ugye el fogom kezdeni a System Shock 2-t is végigjátszani. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videókat, osszátok meg Facebookon, Twitteren, ahol csak jól esik. És legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!